Néhány órával a gyors korcsolya döntők előtt jelentette be a Nemzetközi Úszó Szövetség, hogy nyáron, tehát idén nyáron Magyarország rendezheti meg a vizes világbajnokságot. Az eredeti tervek szerint Japánban, Fukuokában lett volna a VB még tavaly, aztán a járvány miatt idén májusra halasztották. A japánok azonban nemrég bejelentették, hogy nem vállalják. Vész megoldásként, mint már korábban több alkalommal beugrott Magyarország. Június második felében tehát megint ránk, magyarokra figyel majd a világ. Budapest egyik legszebb épületével, a Parlamenttel szemközt rendezték meg az óriás toronyugrás versenyszámait a 2017-es budapesti vizes világbajnokságon. A versenyzőket és a nézőket is a különleges dunai panoráma fogadta. A szinkronúszók szintén különleges helyszínen, a Vajdahunyadváránál mérték össze erejüket, háttérben a Hősök terével. A Margit szigeten több százezer néző fordult meg akkoriban, a hajós Alfréd uszoda lelátói pedig teljesen megteltek a vízilabda mérkőzéseken. A Duna arénában szinte minden úszóverseny teltházas volt, és semmi máshoz nem hasonlítható helyszín volt Balatonfüred is, ahol a Tagore sétány közelében tartották a nyílt vízi úszószámokat. Bejelenthetjük azt, hogy 2022 Budapest-Magyarország vizes világbajnokságot fog rendezni. Több helyszínen jelentős anyagi kedvezményekkel rendezik Magyarországon az idei vizes világbajnokságot, jelentette be a Magyar Úszószövetség elnöke. Az eseményt eredetileg Fukuokában tartották volna, de ezt idén januárban már másodszor halasztották el a japán szervezők a világjárvány miatt. Hazánk azonban vállalta, hogy ismét házigazdája lesz a sporteseménynek. Egy költséghatékony világbajnokságot rendezünk. Azt tudom ígérni, hogy a megfelelő magas szinten tudjuk biztosítani. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy azt a szintet, amit 2017-ben bemutatott Budapest, Magyarország a világnak, azt nem fogjuk tudni tartani, és nem is akarjuk, nem ez a cél. Ez egy szigorúbban vett szakmai versenyrendszer lesz, akár az úszásban, akár a vízilabdában. Itt 200 országot várunk, közel 5000 résztvevővel, 2 héten keresztül. A világ egyik legrangosabb nemzetközi sporteseményét teljes sportolói létszámmal rendezik meg, amely több mint 100 000 vendégészakát jelent a magyar turizmus számára. Nem csak a szállodák, hanem az őket kiszolgáló kisvállalkozások, taxisok, éttermesek és egyebek számára nagyon-nagyon jó hír. Ugye főleg a budapesti turizmust a Covid rendesen padlóra küldte, ez egy hihetetlen lehetőség mindenki számára. A részletes programot a következő 4 hónapban állítják össze. Az viszont már biztos, hogy Budapest mellett Szeged, Debrecen és Sopron ad otthont a világeseménynek 2022. június 18-a és július 3-a között. Vissza Kristófhoz. Ugye a fő helyszín az egyértelmű, hogy a Duna Aréna lesz. Milyen jó, hogy 2017-re megépült, hiába mondták egyesek, hogy nem kell ilyen úszoda Budapestre. De Magyarország a rendező, mert hogy vidéki helyszínek is lesznek, hogy elhangzott. Lesznek még vidéki városok, és azért ez sportdiplomáciailag egy óriási siker. A világbajnokság ezúttal csak is a meglévő létesítményekben zajlik majd, tehát nem építenek emiatt új úszodákat. Az úszás és a műugrás a Duna Arénában lesz, éppen úgy, mint 2017-ben, a műúszás pedig a Margit-szigeti Szécsi úszodában. A vízilabda meccsek összesen 4 helyszínen lesznek, Budapest mellett 3 másik vidéki város is otthont ad majd a mérkőzéseknek. Ezek közül az egyik ilyen helyszín a Modern Városok program keretében épített vadonatúj soproni úszoda lesz, amely decemberben a női és a férfi Magyar Kupa 4-es döntőjének is házigazdája volt. Szintén a Modern Városok program keretében épített új szegedi komplexumban, a Tisza Virág sportuszodában is láthatjuk majd a világ legjobb vízilabdázóit. Ezt a létesítményt egyébként tavaly februárban a Szerbia-Magyarország zárt kapus férfi vízilabda felkészülési meccsel avatták fel. A 3. vidéki helyszín pedig Debrecen lesz. A nyíltvízi úszók a tervek szerint a tavalyi EB-n debütáló Lupatavi helyszínen küzdenek majd a világbajnoki érmekért. Ha visszagondolok a 2017-es vizes VB-re, még most is elkezdek izgulni, ezt Hosszú Katinka olimpiai és világbajnok úszónk mondta a mai rendkívüli sajtótájékoztatón. 5 évvel ezelőtt 4 érmet, köztük 2 aranyat nyert a Duna Arénában. Hallgassuk meg Hosszú Katinkát, hogy ő miként emlékszik vissza a 2017-es VB-re.
Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy melyik a legkedvesebb érmem, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy azt, amelyiket a budapesti 17-es világbajnokságon szereztem. Azt szerintem nem is kell bemutatnom, vagy nem is kell nagyon ellenvenítenem, hogy mekkora örjöngés volt, és milyen nagyszerű volt a hangulat a Dunaarenában 17-ben, úgyhogy ha most így erre gondolok, akkor hirtelen elkezdek izgulni, és izgatott leszek. Én úgy gondolom, hogy nem csak a magyar úszóknak, hanem a világ úszósportjának ez a nagyon nagy lehetőség. Hát biztos, hogy idén is jó hangulat lesz majd a Duna Arénában. Jövök majd még sporthírekkel a híradó végén. Én meg most szólok, hogyha döntőbe jut a VB-n a magyar vízilabda válogatott, és esetleg dolgoznom kéne aznap, akkor én kimegyek a döntőre. Tehát jöhetnek a kollégák helyettesíteni. Most február 7-én én ezt leszögezem. Köszönöm.